Sok szeretettel köszöntöm minden meghívott vendégünket, külön köszöntöm Dr. Lajos urat, Fejér megyék kormány megbízottat, Varga Gábor urat, országgyűlési képviselőnket, Kis Norbert urat, valamint Dr. Fülek Tibor ezredes urat. Mai rendes ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes számba megjelent jegyzőkönyv készítésére felkérném Szemereli Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig felkérem Vajda Balázs urat és Varga Gyula urat. Kérem, hogy aki a hitelesítők személyével egyetért is jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúan a képviselőtestület elfogadta. A képviselők meghatták a napirendet. Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban valakinek van-e valamilyen észrevétele, javaslata? Igen, tessék? Tekintve, hogy azt javaslom, hogy a 4.1-es, tehát Enyingváros közbenyének és közbiztonságának 2011. évi helyzetéről az enyingi rendőrség beszámolóját vegyük előre, tekintve, hogy a városi kapitányon is jelen van, és hogy a beszámoló után tudjon távozni. Bocsánat, nyilván úgy gondolnám, hogy a polgármester eskütétele utáni első napi rend lenne a dolog természetesen. Hát ez így is van. Ez így is van. Nem, mert a hármas az előtte van még. Tehát a javaslat a 4.1-et rakjuk a hármas elé. Így van. Kérdezem a képviselőket, hogy a javaslatot elfogadják-e. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta. Még hozzászólás, amennyiben nincs, nekem lenne három javaslatom. A nőküléshez szeretném, hogyha a kisfolyi igazgató helyettesi státusz kérdését felvennénk. Kérem a képviselőket, hogy elfogadják-e. Pontosítjuk jól, elnézést 4.3-ra. 4.3, igen. Megkérdezem, hogy elfogadható-e. Megállapítom, hogy egyhangú, szárfülésre lenne két javaslatunk még, a Városintézet Kutatóalapítvány kuratóriumának kiegészítése. Megkérdezem, a képviselőket elfogadják-e. Megállapítom, hogy egyhangúan a képviselőtestület elfogadta. Még egy javaslatom lenne az Egyesült a Szociális Intézmény, vagy a Téki ügye szintén az átülésre. Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta, és aki a módosító javaslatokkal együtt a napirendet elfogadja, szépen tisztelem és jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendet egyhangúan elfogadta. Az első napirendi pont az időtői polgármester választás eredménynek ismertetése, a második pedig a polgármester esküdétele. Előadó Felek Gyulánék, megkörülnek Gyulánék. Köszönöm. Tisztelt vendégek, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület és választott polgárok. Városunkban június 17-én időközi polgármester választás volt, melynek eredményéről az alábbiakban szeretnék önöknek beszámolni. A választás szervezetten és rendben lezajlott a településünkön. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 5770 az szavazásra jogosult választópolgároknak a száma. Ebből 1774 jelent meg, sajnos elég alacsony volt a részvételi arány, 30%. Polgármesternek 4 főjelölt indult, akik az alábbi szavazatokat kapták. Halász Gábor független jelölt 70 érvényes szavazatot kapott, Méreg János független jelölt 748 szavazatot kapott, Pödör Gyula független jelölt 850 szavazatot kapott, Szigeti Zoltán a Szabad Nemzet Egyesület támogatásával 75 szavazatot kapott. Az elmondottak eredménye alapján szeretném kihirdetni a polgármester választás eredményét, mely 850 érvényes szavazattal Pöldör Gyula lett az Enyingváros polgármestere. Sikert, egészséget és nagyon sok-sok pénzt kívánok, hogy ennyik fejlődéséhez hozzájáruljon. Köszönöm. És gratulálok a Választási Bizottság nevében. Viszont kívánok. Második napi rendet, polgármesteres kütétele, előadó Elek Gyulánék. Szeretném
az eskütételhez megkérni önöket felállni, polgármester úr le fogja tenni az esküt, ön pedig megkérem, hogy legyen kedves utána mondani az eskü szövegét. Én Pöldör Gyula. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredendő feladataimat. Enyhing város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Köszönöm szépen. Gratulálok a polgármester úrnak munkájához, sok sikert kívánok. Dr. Dorkota úr jelezte, szólni kívánok. Parancsoljon. Tisztelt testület, tisztelt képviselő, tisztelt polgármester úr, örömmel jöttem ma ide. Először is gratulálok a megválasztott polgármesternek, és gratulálok az enyhingieknek is, hogy azért 30%-kal elmentek szavazni. Gyakorlatnak megfelelő egy időközi választáson nem rossz eredmény. Ritkán szoktam testületi ülésekre elmenni, ennek nem az az oka, hogy nem szeretnék, hanem az, hogy nagyon kevés az időm. Ugyanakkor fontosnak tartottam, hogy mint a kormányhivatal vezetője felkeressem ma önöket, és biztosítsam mind a testületet, mind a polgármester urat, mind az enyhingieket támogatásunkról. Másfél évvel ezelőtt jött létre a Fejér megyei kormányhivatal. A Fejér megyei kormányhivatal a kormány területi államigazgatási szerve, hozzánk tartozik 16 szakigazgatási szerv, hozzánk tartoznak intézmények, iskolák, kulturális intézmények, jelenleg a múzeum is. Úgy vélem, hogy több mint 1300 alkalmazottunk, munkatársunk fegyelmezetten végzi a munkáját, nehéz körülmények között is. Felajánlom a segítségünket, hiszen valamennyi önkormányzattal kapcsolatban állunk, úgy is, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szakigazgatási szervünk, főosztályunk, minden egyes testületi ülésről a jegyzőkönyvet megkapjuk, így aztán figyelemmel tudom kísérni az önök munkáját. Kérem jegyző urat is, de bármelyik képviselőt is, hogy bármi gondjuk észrevételük van, akár előzetesen, akár később a megszületett határozatokkal kapcsolatban, keressenek engem és keressenek a hivatalt. Nem volt könnyű egy önkormányzatnak sem az elmúlt időszakban, mindegyik önkormányzat hiánnyal küzd, az enyhingiek éppen az elmúlt napokban kaptak az önékiből forrást, és biztos vagyok benne, hogy majd pályáznak későbbiek folyamán is, és próbáljuk egy kicsit jobban a helyzetbe hozni a települést. Amit én konkrétan ma már előkészítettem, és azért is jöttem, hogy a jó hírrel is kezdjem, a Start és a közmunkaprogramban 134 milliárd forint áll ebben az évben az ország rendelkezésére. Itt a munkanélküliségi ráta, a munkanélküliség száma sajnos rosszabb, mint az országban, sőt rosszabb a megyei átlagnál is. Több mint 21%, aki nem kapott munkát, nem tud elhelyezkedni. Mi ebből a programból a munkaügyi központon keresztül jelentős összegeket tudunk enyhingre fordítani, és a munkaügyi központ vezetője fel fogja keresni a polgármester urat, és ajánlattal fog élni, és bízom benne, hogy a testület majd ezt támogatni fogja, hiszen a legfontosabb a munkahelyek megteremtése és megtartása. Én láttam elmúlt évek harcát, küzdelmét, amit enyém is folytatott. Figyeltem a közülési jegyzőkönyveket, és azt kívánom önöknek, hogy a következő években, ugye a következő választásig még bő két év van hátra, fogjanak össze, dolgozzanak együtt. A településeken minél kisebb egy település, egy város, annál inkább háttérbe szorítható a politikai csatározás, annál inkább az együttműködésre kellene és kell helyezni a hangsúlyt. Én mindenben támogatni fogom önöket, mint mondtam. Én eljöttem korábban, eljövök a jövőben is, és mondhatni számon kérhetőek vagyunk. A 108 településből az elmúlt hónapokban a polgármestereket felkerestem, a járások kialakítása miatt valamennyivel egyeztetnem kellett, és
igen jó tapasztalatom van egyébként az együttműködésről. Amikor előkészítettük a járási törvényt, akkor képviselő javaslatára is, az én támogatásommal is Enyhing járási székhely címet szerezhet, amennyiben 2013. január 1-ével felállnak a járások. Ez egy nagy lehetőség az itt élőknek, közelebb kerül hozzájuk az ügyintézés, gyorsabban lehet intézni majd a napi problémáikat, és csökkentető a bürokrácia fordítandó költség és idő. Ez is egy kitörési pont a településnek, bízom benne, hogy ezzel is majd élni tudnak. Azt hiszem, hogy kívánságaimat elmondtam, jó kívánságaimat, vállaltam azt, hogy együttműködök önökkel, és azt is vállalom, hogy bármi probléma megtalálnak, akár személyesen, akár bármelyik munkatársamat. 18 hónap után a hivatalom megtanulta, hogy első mindig az állampolgár, és első a polgárok érdeke, és az ő kérelméket soron kívül kell intézni, különös tekintettel akkor azt egy városvezetésre, hogy testületek kérjék, ragadják meg a lehetőséget, és fogjanak szavam. Még egyszer kívánok önöknek eredményes és jó munkát. Sok szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket, polgármester úr, képviselőtestületről kormánymegbízott úr, kedves polgármester társaim, mert látom, hogy őket is meghívtuk. A haza nem lehet ellenzékben. Én valahogy úgy gondolom, hogy Enyhing sem lehet ellenzékben. Kormány megbízott úr szavait én nem szeretném más módon, másképpen előadni. Én azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű utalás volt, hogy minden segítséget Enyhing város meg fog kapni az elkövetkezendő időszakban, amit tisztességes és normál keretek között meg tudunk adni. Én sokkal inkább abba a dimenzióba szeretném az önök gondolatvilágát elvinni, amelyről, amikor még kampányban voltunk és beszélgettünk, és nagyon sokat próbáltunk önökkel együtt abba a dimenzióba helyezkedni, miközben ez az lenne, hogy összefogás nélkül ez nem fog menni. Ugye mindenki tudja, hogy sajnálatos események késztettek bennünket arra, hogy új polgármestert válasszunk, és az új polgármesternek a feladata, az irányvonala, amelyet szeretne bejárni, az nyilvánvalóan nem fog menni önök nélkül, nem fog menni a képviselőtestület nélkül, nem fog menni mindenki összefogása nélkül. A fölülről jövő összefogásra már ott van a kezdeményezés. Én mindenkit arra szeretnék biztatni, a civileket, egyszerű állampolgárokat, egyesületeket, polgármestereket, képviselőtestületi tagokat, hogy próbáljuk meg Enyhinget úgy pályára helyezni, hogyha bárki a megyében Enyhingről beszél, akkor az összefogásról, arról tud, az összefogáson keresztül egy olyan sikeres társulatról, egy olyan sikeres városról tud beszámolni, amely mindannyiunk szeme előtt lebeg. Ehhez természetesen kellenek azoknak az embereknek a gesztusai, akik úgy érzik ma, hogy ők győztek. És kellenek azoknak az embereknek a gesztusai, akik úgy érzik ma, hogy ők veszítettek. Ma nincs győztes, ma nincs vesztes, ma úgy érzem, hogy Enyhing választott, ezt mind a győztesnek, mind a vesztesnek elfogadva, együttműködve és együtt dolgozva kellene elérni azt, hogy az elkövetkezendő két év az egy kicsit sikeresebb történet legyen, mint az elmúlt időszakok Enyhing történetében. Én bízom abban, hogy mindannyian értik, és ezt a felelősséget magukra veszik vállalkozók, civilek, közhasznú egyesületek, magánemberek, képviselők, polgármester úr, jegyző úr, és mi mindannyian, akik felelősséggel tartozunk azoknak az embereknek, akik eljöttek és választottak, hogy ők arra szavaztak, hogy Enyhing egy fejlődésre, egy fejlődési pályára álljon, és lehetőség szerint két év múlva, amikor újra odajárulnak az emberek az urnák elé, akkor
avval a tudattal járuljanak oda, hogy 2012. június 17-én ők jól választottak, és egy olyan polgármester és egy olyan képviselőtestület dolgozik ennyi ingért, akik össze tudnak fogni, és kijelölik azt az irányt, ami 20-30-40 évre megjelöli Enyhing fejlődési pályáját. Ezért nem a képviselőtestületnek, nem csak polgármester úrnak, nem csak a kormány megbízott úrnak, vagy a képviselőnek, vagy a jegyző úrnak, hanem mindenkinek közösen egy irányba kell húzni ezt a szekeret. Aztán, hogy ez az irány milyen irány, abban azért azt kérném, hogy lehetőség szerint, mivel mégiscsak a polgárok mestere, polgármester úr, azért őneki legyen egyfajta kijelölő szerepe, és hogyha ezt az irányt mindenki tudja egy kicsit támogatni az ő lehetőségei szerint, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a fajta közeg, ami most jelen pillanatban körbevesz bennünket, ez a fajta munkanélküliség, ez a fajta térségre jellemző depresszió el fog múlni, és 2 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva mi egy boldogabb, szebb, virágosabb és jobb teljesítményre képes Enyhinget fogunk tudni átadni azoknak az utódoknak, akik jelenleg még itt vannak, és reméljük, hogy itt is maradnak. Úgyhogy tisztelt képviselőtestület, a feladat adott, én kérem mindenkinek a segítségét, és kérem mindenkinek a pozitív hozzáállását, és kérem azt, hogy senki ne tekintse magát vesztesnek, polgármester úrnak pedig a feladathoz kívánok egy jó adag türelmet, jó egészséget, és mindenkinek a segítségét elfogadva köszönöm, hogy megszólalhattam. És akkor most kezdődik a szünet. Folytatjuk testületi ülésünket. Egy perc alatt adnám a szót polgármesterünknek. Megkérnék mindenkit, hogy egy perces néma felállással tiszteletünk azt, hogy Pintér György volt polgármester emléke. Köszönöm szépen. Napirendünk következő pontja a Enyhing város közrendjének közbiztonságának beszámolója 2011-es évi helyzetről. Megkérném Magyar Gábor urat. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgárok, és köszönjük a meghívást a önkormányzati beszámolónkra. Ugye jó szokásnak megfelelően minden évben tájékoztatjuk a tisztelt képviselőtestületet az elmúlt évnek a tevékenysége, rendészeti tevékenységéről. 2008. január 1-ével jöttem ide dolgozni, kapitány úr megbízásából, és ekkor önök felhatalmaztak engem arra, nyilatok felkértek arra, hogy Enyhing városában közbiztonsági tevékenységet hajtsunk végre. Ennek első lépéseiként sajnos nagyon nagy személyzeti veszteségeket értünk, mert nagyon sok kollégánk elment nyugdíjba. Ekkor ígéretet tett kapitány úr, illetve főkapitány úr arra, hogy ezt a személyzeti, áldatlan személyzeti helyzetet orvosolni fogjuk, ami a tavalyi évben meg is történt, melynek köszönhetően 7 új kolléga érkezett, és így lassan egy éve, néhány hónap kivételével egy éve már teljes létszámban dolgozik az enyhingi rendőrös. Ami azt jelenti, hogy ennek köszönhetően a közterületi jelenléti óráinknak a száma nagy mértékben növekedett, illetőleg a külsős kisebb településeken a körzeti megbízottak elkezdték a tulajdonképpen teljes havi tevékenységüket. Fontos célkitűzésünk volt az elmúlt évben, illetve a korábbi években is, hogy a közterületi jelenlét erősítésével csökkenteni tudjuk a közterületeken elkövetett bűncselekmények számát, illetőleg a vagyon elleni bűncselekményeknek a számát. Az elküldött beszámolóban ezek számukban is nagyon jól kirajzolódnak, ugyan a bűncselekményeknek a száma, az összbűncselekményeknek a száma nem csökkent, a településen 14-jel lett több a városban, de ettől függetlenül egy teljes mértékben struktúrálás érezhető benne. Sajnos sok a vagyon elleni bűncselekményekkel szemben nagyon sok lett a okirathamisítás, illetőleg a zaklatás, azok a bűncselekmények, amik tulajdonképpen rendőri eszközökkel nem befolyásolhatóak.
Örömként éltük meg azt, hogy ezzel szemben viszont a gépkocsi feltörések, a lakásbetörések és a betöréses lopásoknak a számai nagymértékű csökkenést mutattak. A tavalyi évben az előző évekkel ellentétben nem történt rablás Enyhing városában, mely szintén egy nagyon komoly eredményként értékelhető. Ugye mindenki tudja, hogy a rablás